Folytatódnak a bérletes előadások, a gyerekek egy zenés mesejátékot, a felnőttek pedig egy zenés vígjátékot láthattak. Az elvarázsolt Katinka című darabot nézte meg a közösségi házba érkező mintegy 500 alsó tagozatos gyerek a budapesti Tihanyi Vándor előadásában november 8-án. A humoros és zenei betétekkel vegyített mesejátékban Katinka a tiszta szívű lány arról álmodozik, hogy egyszer királyné lesz. Bence királyfi hal híres szépségéről beleszeret, el is venné feleségül, ám a gonosz mostoha macskává változtatja, de az átok végül megtörik, és a két szerelmes egymásra talál. A címszerepben nagy orsolyát, főbb szerepekben pedig Bordás Misit és Subi Zoltánt láthattuk. A Nem élhetek muzsikaszó nélkül című zenés vígjátékot nézte meg Teltházas közönség november 16-án, amelyet a Budapesti Új Színház hozott el városunkba. A Moris Zsigmond egyik legjelentősebb regényéből készült színdarabban a szép és talpra esett pólika megunja férje Balás folyamatos ezért nagynényéhez, Zsani nénihez költözik. A férj minden áron visszahódítaná, ám a makacs feleség nem hajlandó visszafogadni, Balázs a néni Bátyához, Lajos bácsihoz fordul, végül mindenki összefog a szerelmesek kibéküléséért, de addig még sok időnek kell eltelnie. A főbb szerepekben Jánosi Dávidot, Nemes Vandát, Esztergályos Cecíliát, Császár Angélát, Tordai Terit és Gregor Bernadettet láthattuk.